Egy ideje már használható, de péntek délelőtt hivatalosan is átadták Gyula első kültéri fitness parkját. Nagyon, nagyon jó, én ezt a tológépet szeretem. Az első tapasztalatok pozitívak. Az elmúlt napokban többen is rászoktak a gépek használatára. Én itt lakom a közelbe, úgyhogy nekem már volt szerencsém kipróbálni. Esténként a nagy meleg miatt 8 óra után szoktam ide lejönni és megmozgatni az izmaimat. Nagyon örülök, hogy ezt megkaphattuk a várostól, mert így itt jó hangulattal, beszélgetve, egymásnak segítve megmozgathatjuk az izmainkat. Életmóddal javítható vagy megelőzhető a kimenetel. A megfelelő életmód rengeteget javít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hangsúlyozta a park felállítására 1,5 millió forintot áldozó civil szervezet vezetője. Márk László ennek elnökeként, egyben kardiológus főorvosként is arról beszélt, legfontosabb céljuk az, hogy az emberek minél kevésbé legyenek betegek. Ezzel a létesítménnyel mind a két szintén nagyon fontos rizikófaktort, a magas az elhízást is és a mozgásszegény életmódot is megfelelően tudnánk kezelni. Ugye a városban sétálva gyakran látunk futó embereket, és úgy gondoljuk, hogy ha itt a futás mellett kedvük volna átmozgatni más izomcsoportokat, erre lehetőséget kellene teremteni. Az első fecske megjelent. Régi igény valósult meg ezzel a beruházással, hangsúlyozta a polgármester. Görgényi Ernő kiemelte, más településeken, ahol hasonló park működik, egyértelmű népszerűségnek örvend nem csak a fiatalok, hanem a sportos vagy mozgásra vágyó középkorúak és az idősek között is. Vannak olyan sportos fiatalok, és hitem szerint idősebbek is, akik örömmel és szívesen és rendszeresen használják és használnák ezeket az eszközöket. Ezért kerestünk megoldási lehetőséget, az Egészséges Városért Közalapítvánnyal össze tudtunk fogni, hiszen a kuratóriumnak és dr. Márk László elnök úrnak is ez volt a szándéka, így együttműködve sikerült létrehozni az első gyulai szabadtéri fitness parkot, amely nem az egyetlen, hiszen a város más területein újabb szabadtéri fitness parkok létrehozását is tervezzük. A tervek szerint a következő időszakban a város több pontján is létesítenek kültéri fitness parkot, és arra is van esély, hogy a Göndöcskertben újabb elemeket helyezzenek el.